Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Vereséget szenvedett a Siófoktól a kisvárdai női kézilabda csapat. A TF Budapest otthonába látogattak a listavezető kék cápák. Hazatértek a dél-afrikai edzőtáborból a nyíregyházi dobóatléták. Szombaton indul a tavaszi szezon a labdarúgó megyei első osztályban. Finta Zoltán végzett az első helyen a tekézők területi egyéni döntőjében. A 80 éves Kulbus Pétert köszöntött a megyei kézilabda szövetség. 12 gólos vereséget szenvedett a Siófoktól hazai pályán a kisvárdai női kézilabda csapat. A vendégek 32-20-ra győztek a városi sportcsarnokban. We were quite focused today and nagyon fókuszáltak voltunk, és a találkozót, a győzelmünket gyakorlatilag az első fél idei védekezésünkkel alapoztuk meg. Úgyhogy amikor az ember idejön Kisvárdára, akkor tényleg azért szeretné megnyerni a mérkőzést, mert nem egyszerű, és boldogan hazatérni, most ezt megtettük. Támadásban helyenként azért körülményesek voltunk, de ez belefért ma, úgyhogy összességében elégedett vagyok. Sajnálom az első fél időt, mert azt gondolom, hogy túl sok lehetőséget hibáztunk el, ugye 8 gól lett a félidő vége, és mindez úgy, hogy 700%-os tiszta zicsert hibáztunk a kapussal szemben. A Szikora azt gondolom ebben a periódusban gyakorlatilag sakmattot adott. Mindezek mellett összességében nyilván a siófoki védelem is teljesen jó volt, de azt gondolom, hogy az első félidőben sokkal több volt a kialakított helyzetek alapján, legalábbis én azt érzem, illetve nagyon sok kontragólt kaptunk abból a néhány technikai bángból, amit elkövettünk, illetve sok olyan ítéletet is kaptunk, amiből gyakorlatilag pozíció hátrányban voltunk, és lefutott a Siófok. Aztán második félőben valamennyire tartottuk a lépést, az utolsó 7-8 percig talán az eredmény ott mozgott 7-8 gól körül, viszont még egyszer az első félidő a bántó, hiszen azt gondolom, hogy ebbe több volt még így is, hogy ma azért a Veszna és a Szamira hiányzott a csapatunkból, és azért éreztük, hogy védelemben és támadásban is kevesebb az opciónk, és nyilván bosszantó, amikor egy ilyen csapat ellen megküzdesz a helyzetekért, kialakítod, és a végén, amikor az íra a pontot rá kellene tenni, akkor az nem sikerül, illetve ezek dupla hibák is voltak, hiszen abban a pillanatban, hogy elhibáztuk az icert, a Siófok lekontrázott bennünket, és gólokat kaptunk belőle. Ebből tanulnunk kell, mert sokkal higgadtabban kell ezeket megoldanunk. Jövő héten vár ránk nagyon fontos mérkőzés, és azt gondolom, hogy nyilván az elsődleges feladatunk, hogy azt abszolváljuk. Ahogy Boton is elmondta, sok zicsert kihagytunk. Akadtak helyzeteink, amiket végre eljutottunk oda, hogy egy ilyen erős csapat ellen helyzeteket tudtunk kialakítani, ez nem sikerült értékesíteni. A védekezésben talán sokszor szabadon hagytuk a beállójukat, ezekből is könnyű gólokat tudtak szerezni. Nyilván, amikor már elmegy az ellenfél, sokkal küzdünk visszafelé, de ez most nem sikerült. Második fél időben próbáltuk tartani az eredményt, vagy visszahozni kevesebb több sikerrel. Úgy gondolom, hogy jövő héten újabb feladat vár ránk, ami ezentúl sokkal fontosabb is. Mindent megteszünk, hogy a jövő hétvégét sikerrel zárjuk. A bajnoki szünetet követően szombaton ismét idegenben lép pályára Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A listavezető kék cápák a 9. helyezett TF Budapest otthonában vendégszerepelnek. Két hét első hete egy picit zaklatott is volt, mert az egyetemen akkor indult be a szorgalmi időszak, és a srácoknak többször kellett ott lenni az órán, mint az az egész évben megszokott, egyéni tanrendet kellett intézni, és hasonló. Éppen ezért talán nem is baj, hogy az a hét az úgy alakult, és a hétvégén nem volt bajnoki mérkőzés, de mi szeretjük a meccseket, ezért elmentünk Jászberénybe egy edzőmeccset játszani, ahol úgy gondolom, hogy megálltuk a helyünket. A Jászberény természetesen sokkal gyorsabban kosárlabdázik, mint amihez mi hozzá vagyunk szokva, és nekünk pontosan ez kellett, hogy egy picit más ritmusban kosárlabdázzunk, illetve nézzük azt meg, hogy bizonyos dolgokat, amiket azon a héten megpróbáltunk
kialakítani, megtanulni, azokat tudjuk-e alkalmazni egy olyan csapat ellen, mint a Jászberény. Következik a hétvégi TF elleni mérkőzés. Ugye nagyon nem lehet botlani a alapszakasz hátralévő részében sem. A TF viszont több csapatnak meghúzgálta már a bajszát, és van egy olyan játékosuk, Vasev Tamás személyében, aki az A-csoportban is meghatározónak számított az elmúlt években. Valóban így van. Néhány évvel ezelőtt, amikor még az A-csoportos csapat edzője voltam, a felkészüléskor mondtam, hogy Vasev lassú ezeket, ezt nekünk meg kell oldani. Erre dobott közel 30 pontot nekünk, úgyhogy nem szeretnék újra ebbe a hibába esni. Vasev egy jó játékos természetesen, és a TF is egy jó csapat, és nemhogy nem nagyon szabad botlanunk, nem szabad botlanunk, hogyha az alapszakasz első helyén akarunk végezni. Éppen ezért nekünk ezt a mérkőzést is meg kell nyernünk, annak ellenére, hogy a TF egy jó csapat és Ivosev jó játékos. Megpróbálunk felkészülni rá. Remélem, hogy megtaláljuk azt a taktikai részt, ahol mi tudunk majd a TF fölé kerülni, vagy érvényesíteni talán jobban az akaratunkat, mint ahogyan azt ők tennék, és bízom abban, hogy mi tudjuk megnyerni ezt a hétvégi találkozót. Ilyen játékos foglalkozó csapat ellen két lehetőség van, vagy megpróbálni kivenni a játékból, vagy engedni, hogy dobja, amit akar, többiek dobjanak keveset. Melyik lehet célra vezető? Igen, én azt szeretném, hogyha a csapatvédekezésünk olyan erős lenne, mint amilyen az szokott lenni. Ugye az elmúlt időszakban talán nagyon nehezen merem ezt kijelenteni, de talán kezd egy picit összeállni ez a csapatjáték, és bíznék abban, hogy meg fogjuk tudni állítani őt is, és a többieket is. A legfontosabb természetesen, hogy olyan pontszámon tudjuk őket tartani, aminél mi többet tudunk dobni. Voltak betegségek, sérülések az elmúlt időszakban, most mindenki bevethető? Voltak valóban, Szobi Dani még tegnap is beteg volt, egy picit lázas volt, de ma már itt van és dolgozik. Alapvetően mindenki. Bruno tudott már játszani a Jászberény ellen is, és úgy gondolom, hogy nagyon szépen teljesített, úgyhogy a TF ellen a legerősebb csapatunkkal fogunk menni. Hazatért a dél-afrikai edzőtáborból a diszkosz vető Szikszai Róbert Kerekes Dóra, valamint a súlylökő Tóth Balázs. Az atléták 3 hétig készültek Pocsesztrumban. 3 hétig voltunk kint, 3 versenyző és 1 edzővel vettünk részt itt a sportcentrumból, plusz a szombathelyek, így egy olyan 20 fős társaság volt kint. Milyen körülmények között tudtatok dolgozni, milyen munkát végeztetek? Az volt a lényeg, ugye, hogy az időjárás miatt utaztunk ki, ugye ott 30-35 fokos meleg várt minket. Az itteni télben ugye kint nem tudunk ugye edzeni, főleg, hogy most a felújítások, ugye az építkezés miatt ugye nekünk új helyen kell edzeni, emiatt döntöttünk úgy, hogy ismét ellátogatunk Afrikába. Hogy nézett ki egy nap programja? Délelőtt volt a dobóedzés, délután pedig konditerembe vettük az irányt, és ott készült. Jutott-e valamire idő az edzések mellett? Minden vasárnapunk pihenő. Ez alatt tudtunk elmenni egyszer ilyen szafarira is voltunk, de inkább pihenéssel töltöttük ezt a maradék időt. Kint voltak a szombathelyiek, ugye az olimpiai bajnok alapesető Pars Krisztiánnal, aztán voltak más nemzetbeli atléták is. Jelent ilyenkor az plusz motivációt, hogy nem egyedül, nem a megszokott társakkal kell dolgozni? Mindenképp ugye együtt is dobtunk velük a szombathelyiekkel, tehát azért mégis más, hogyha együtt készül mindenki, mint hogyha mindenki külön. Szerintem könnyebb csapatban edzeni, mint egyedül. Milyen formában érzed magad? Még nagyon az év elején vagyunk, de hát ugye olimpiai éve van, és 65 méterrel lehet kijutni diszkoszvetőként az olimpiára. Úgy gondolom, hogy most a 60 méter körül állapotban vagyok. Március 7-én lesz a téli magyar bajnokság, ott fogok indulni, ha minden jól megy, és ott szeretnék a téli legjobban javítani. Hogy néz ki a szabadtéri versenyprogram, tudod-e már, hiszen ugye az olimpiai kvalifikáció szint mellett a világranglista helyezés is kvalifikálat 32-be kell lenni, tehát egy jól megválasztott versenyekkel együtt gyűjtögetni a pontokat. Ezt nem én intézem, ezt a menedzserem, Alfonz intézi. Ő még egyelőre nem tudott ebben pontosokat adni, mert ők is még szervezés alatt vannak. Ettől függetlenül gondolom az a cél, hogy vagy így, vagy úgy kint legyél az olimpián. Igen, mindenképp. Ugye az is lenne jó, hogy A kategóriás versenyekre kijussunk, ugye ott effektíve egy kisebb eredmény is ugyanannyit ér, mint itthon egy nagyobb eredmény. Most visszazökkenve a magyar februárba, hol és milyen munkát tudtok végezni? Az építkezés miatt mi most a Veselényi iskolának edzünk az egyik termében és kint. Igazából mindent el tudunk végezni, reméljük, hogy az időjárás is olyan lesz, hogy tudjunk kint dobni. A hétvégén rajtol a bajnokság a labdarúgó megyei első osztályban, majd 2 héttel később a másod, illetve a harmad osztályban is útjára indul a labda. A csapatok közül 50 a téli nagypályás műfüves tornán hangolt a bajnokságra.
4 helyszínen 50 csapattal tudtunk versenyeztetni, január végétől egészen ugye február végéig, 5 hétvégén keresztül, kereken 100 mérkőzést játszottak a 4 nagyműfűes pályán, különösebb probléma nélkül, tudomásom szerint komoly sérülés nélkül lementek ezek a felkészülési mérkőzések, ami azt hiszem, hogy talán ez a legfontosabb, és ami különösen jól volt most a csapatoknak, hogy nagyon kedvező időjárási körülmények között játszhattak, hiszen a legtöbb mérkőzés plusz fokba, napsütésbe, kellemes időjárási körülmények között zajlott. Az elmúlt pénteken éjfélkor lezárult az átigazolási szezon. Mennyien váltott a klubot ebben az egy hónapos időszakban? De az egész korosztályt figyelembe véve a labdarúgás szakákba, tehát U7-től egészen az öreg fiúkig mintegy 500 játékos váltott most csapatot. Ez igen magas számnak tekinthető országos szinten is, megyei szinten is, és ami különleges volt még, hogy február 14-én, tehát az utolsó napon 24 óra alatt több mint 140 átigazolási kérelem érkezett be hozzánk. A három osztályban hány csapat vág majd neki a tavaszi küzdelmeknek? A felnőtt korosztály ugye 120 csapattal indultunk még el augusztusban. Menet közben itt most a téli holt időben 3 csapat is visszalépett, úgyhogy jelen pillanatban 117 felnőtt együttessel kezdjük el a tavaszi rajtot, legalábbis még most így néz ki. Tudunk még egy-két olyan csapatot, akinek a házatáján még vannak kérdőjelek, hogy el tudnak-e indulni tavasszal vagy sem, de tőlük még jelzés nem érkezett felénk. Hétvégén rajta ugye a megyei első osztály, mikor fejeződnek be a küzdelmek, és van-e esetleg olyan, ami ezzel az osztályjal kapcsolatos fontos tudnivaló? Május 30-án lesz az utolsó játéknap, ami fontos, azért kell ilyen korán befejezni a megyei első osztályt, mert június első hetében már ugye a rájátszás mérkőzésekre kerül sor az NB3-ba jutásért, úgyhogy így be kell fejeznünk május 30-án, a megyei másod-harmad osztály pedig 2 héttel később fog zárulni. Március 15-e ebben az évben vasárnapra esik, ugye államünnepen nem lehet sportrendezvényeket rendezni, mikor játsszák a csapatok az akkor esedékes fordulókat? Hát az akkor esedékes fordulókat ugye értelemszerűen központilag március 14-ére tettük már augusztusban, amikor megcsináltuk a sorsolásokat. Amit tudtunk még ez ügyben lépni, az két nagyon fontos változás volt, amiről értesítettük egyébként a csapatokat is. Nevezetesen, hogy a március 14-ére előzetesen kiírt U16-os fordulót eltoltuk április 9-ére. Ez ugyan egy hétköznap, viszont a tavaszi szünet, amikor ugye az iskolások otthon vannak és így el tudnak menni mérkőzést játszani. Valamint, ami még nagyon fontos változás, hogy a megye 3. osztályban a 4 csoportból 2 március 14-én délelőtt 11 órakor fog játszani, 2 pedig délután 15 órakor, így a játékvezetők az egyik helyszínen átérnek a másik helyszínre, hiszen ne felejtsük el, hogy még így is, hogy az U16-ot eltoljuk 14-éről, közel 100 mérkőzést rendezünk aznap, és hogyha nem toltuk volna el a megye 3-as kezdéseket két csoportba, akkor 60 meccs kezdődött volna egyszerre, és azért a játékvezetői szempontból ez igen nehéz megoldani, úgyhogy megpróbáljuk így ezt mindenféleképpen, hogy minden mérkőzéssel legalább két játékvezető ott legyen megye 3. osztályba, bízunk benne, hogy ez sikerülni fog ezzel a megoldással. A már játékvezetésről esett szó, indított az igazgatóság játékvezetői tanfolyamot, milyen volt az érdeklődés, mennyire foglalkoztatja futballistákat, aktívakat, vagy már kevésbé aktívakat az, hogy síppal a szájukban ott legyenek a pályán? Az elmúlt évekhez hasonlóan egy ilyen 20-25 fő jelentkezett, és folyamatosan jár erre a tanfolyamra. Előreláthatólag márciusban le fognak vizsgázni, bízunk benne, hogy sikeresen, és abban is bízunk, hogy minél többen szeretnének majd játékvezetőként is tevékenykedni. Ahogy az érdeklődést láttam a volt futballisták körében, most ebben a csoportban kevesebb olyan embert lehetett megfigyelni, aki hosszú évekig nagypályán futballozott, de akadnak. Bízok benne, hogy a következő években majd még többen gondolják majd úgy, hogy az aktív játék után nem szeretnének elszakadni a futball közektől, és játékvezetőként szeretnék folytatni pályafutásukat. Finta Zoltán végzett az élen a tekézők Ózdon megrendezett területi egyéni döntőjében, és 3 csapattársával egyetemben bejutott a következő körbe. A Magyar Kupától viszont a Tatabányán elszenvedett vereséget követően búcsúzott a Nyíregyházi Teke klub együttese. Most rendezték a Észak-Kelet-Magyarország 5 megyének a egyéni döntőjét, nyilván ide a megyék továbbjutói mentek már erre a versenyre, közel 40 fővel rendezték ezt a területi versenyt. Sajnos a Fejér Béla nem tudott eljönni, úgyhogy nélküle rendezték ezt a nagyszerű találkozót, de mondhatnám azt, hogy Béla lett volna az egyik nagy esélyese a megnyerésének. Mellette még az esélye, Tomi, mint egy régi hazai ózdi játékosnak is ott volt a lehetősége, sajnos a Tamásnak nem sikerült a továbbjutás, azonban örömteli dolog, hogy 4 versenyzőnek is sikerült továbbjutni, a Szilányi Sányinak a 547 fája, vagy a Kastor
volt 549 fája, de egy Szójka még 571-en már negyedik helyen zárta ezt a találkozót, és jó magam 608 fával sikerrel vettem és megnyertem ezt a rendezvényt, úgyhogy azt lehet mondani, hogy örömteli dolog, hogy 4 fővel jutottunk tovább az országos vidéki döntőre, ami majd március vége fele lesz Páton terenyén. Vasárnap pedig Tatabányára utazott a csapat a Magyar Kupa visszavágóra. Hogyan sikerült ez a meccs? Borzasztóan nehéz mérkőzés elé néztünk, azt tudtuk előre, ugyanis a hazai mérkőzésen nem sikerült olyan eredményt kivívnunk, ami biztató lehetett volna a visszavágóra. Ott már az első sorban rosszul kezdtünk, és sajnos elvitték a belső szetpontokat 7-1 arányba, és akkor már látszódott az, hogy nem fogunk tovább jutni, bár még a Fehér Bélával felmentünk a pályára, megpróbáltuk. Sajnos az első szettünk mindkettőnknek nem sikerült, és innentől kezdve matematikai esélyünk sem volt arra, hogy tovább jussunk. Így fejet kellett hajtanunk a Tatabányának, és azt lehet mondani, hogy búcsúzni a kupából. Hát marad a következő hétvégére egy javítási lehetőség ide haza a Répcelek ellen. A Répcelek az élcsapatok közé tartozik, milyen céllal léptek majd pályára ellenük? Mindenképpen nincs veszíteni valunk, mondhatjuk ezt, a Répcelek meg a dobogóért keményen küzdelemben van. Azt hallottuk, hogy a Kakuk Levente többszörös világbajnok valószínűleg nem lép dobóállásba, ugyanis Kerincsével küzdik. Sajnos ez nem jó hír, mindenképpen teljes csapat ellen szerettünk volna diadalmaskodni. Nem mi vagyunk az esélyesek még így sem, mert több válogatott játékosuk van jelen pillanatban is, de úgy gondolom, hogy nem feltett kézzel, tehát szívesen fogadjuk őket, és megpróbálunk esetleg egy szoros mérkőzést vívni, ha már a Magyar Kupába nem jutottunk tovább, és akkor a Répcelekkel játszottunk volna, ami vasárnap lett volna, de így azt lehet mondani, most már csak egy mérkőzésre kell koncentrálnunk, mindenképpen megpróbálunk egy esetleges bravúrt, mert az jót tenne a csapatnak. A több volt válogatott játékos felvonultató, debreceni laborcsapata végzett az első helyen az Újfehértó megrendezett öregfiúk labdarúgó tornán. A második helyet a nyíregyházi Vektigália, a harmadikat pedig a Fáraóbútor Eger csapata szerezte meg. 17 csapat sikerült összehoznunk, sajnos 3 visszamont az utolsó pillanatban. Nemzetközi tornánk volt, Mező Petri Viktória, illetve egy másik erdélyi csapat tisztelt meg jelenlétével. Mivel földrajzilag közel vagyunk Hajdú-Bihar megyéhez, ezért sok csapat látogatott, ilyen az Aqua General Hajdúszoboszlóról, illetve a debreceni labor csapata. Milyen színvonalú volt a torna, hiszen olyan futballisták léptek pályára, akik nagyon sokan szerepeltek korábban élvonalban, vagy akár a válogatottban is. Minden nagy képesség nélkül mutatom, hogy remek torna volt. A nézőket kérdező mindenki azt mondta, hogy ragyogóan szórakozott. Színvonalos mérkőzések voltak, talán 1 vagy 2 mérkőzés volt, amikor 5 gólnál több volt a különbség, a többi mérkőzések 1-2 gólos különbségek voltak. Hogyan alakult a végeredmény? A torna végeredménye a Debrecen labor csapata nyerte meg. Hogy mondjam, hogy tele volt debreceni nagyjátékosokkal, Sándor Tamás, Sándor Csaba, Dombi Tibor, Madar Csaba, Igor Botonovics, aki a gólkirályi címet, illetve Kereke Zsomborral. Második, szerintem meglepetés csapatként a nyíregyházi Vektigália végig kiegyensúlyozott, nagyon masszív játékot nyújtott. Harmadik pedig a névadó, a Fáraóbútor Eger csapata. Ezen a tornán kívül is volt itt jó néhány sportrendezvény a téli időszakban. Újfehértől most már gyakorlatilag vége a fedett pálya szezonnak, ha lehet így mondani. A következő szezon tekintve hasonló kínálatra lehet majd számítani? Igen, március 7-én a Majorett Fesztiválunk lesz, ami már, ha jól emlékszem, 8. alkalommal lesz, illetve a Kenguru Többek Sport Egyesület, Tánc Egyesület is itt tartja a területi versenyét. A győztes debreceni csapat először vett részt ezen a 40 pluszos tornán itt Újfehértől, ha csak az összeállítást nézzük, akkor talán azt lehet, hogy előre oda lehetett adni az aranyérmet, de azért gondolom meg kellett küzdeni ért a pályán. Most először szerepeltünk, nagyon szeretettel és jó kedvük jöttünk erre a tornára. Hát nyilván igen, nevek alapján lehetett úgy mondani, de nyilván első perctől kezdve utolsó meccsi kellett volna tenni azért, hogy itt legyünk, mert nyilván egy ilyen csapatok ellen minden egyes ellenfél próbálja jobban focizni, jobban teljesíteni, mint ami szokott, és így nehéz dolguk van, nem lehetem úgy elérni bárkit is, nyilván ahogy tettünk első meccstől kezdve, utolsó meccsig úgy csináltunk, hogy tényleg akartunk ezt a tornát megnyerni. Milyen színvonalú volt egyébként a torna, hogy láttam? Szerintem egy teljesen jó színvonalú torna volt, sok jó játékos volt, sok jó csapat volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy Janinek meg Zolinak lesz kedve ezt folytatodni, mert szerintem sok profi, meg fiatal torna között egy ilyen öreg foci, jó színvonalú torna mindig kellene.
Gyakorlatilag most már lassan vége a téli teremtorna szezonnak. Ti ezzel a csapattal mennyi rendezvényen voltatok az elmúlt hetekben? Mivel ez úgy mondjuk öreg foci csapatról van szó, mindig hívnak minket különböző helyekre, úgyhogy szoktunk járni, meg szerintem fogunk is. Most igen, benti tornák, mert benti programok vége vannak, nyilván megyünk ki, aztán debreceni bajnokságon kívül ilyen különböző gálamérkőzéseken fogunk venni részt, mert meg mindig úgy mondjuk jó kedvűek emberek, meg mindig kíváncsi ránk, és akkor mi szeretettel nyilván megyünk bárhova. Te lettél a torna gól királya, nem lehet elfelejteni a góllövést? Hát, én mindig mondom, amikor ide kerültem Debrecenbe, ezekkel a fiúkok közt nagyon könnyű volt focizni, mert tényleg most nem nagy képen, de mindenki tud focizni, játszani. Mindenki tudja, hogy mi a feladat is, amikor ez meg mindig vagyunk és teszünk a pályán, akkor ez úgy jön ki, hogy egyik ember mindig kiugró teljesítményt tud nyújtani. Nekem szerencsé volt, hogy mai napon ez én voltam, de nyilván, ha nincsenek itt a fiúk velem, akkor biztos, hogy nehéz lett volna, vagy nem is lett volna. Úgyhogy nekik köszönöm a mai teljesítmény, és ezáltal azt, amit én elértem. Nem csak Debrecen, hanem Nyíregyházán és Valkában is szerettek a szurkolók, biztos kíváncsiak rá, hogy mit csinálsz, amikor nem kispályázol. Nyilván ez a kispálya mellett van, gondolom már mindenki lassan tudja, hogy Debrecen ember egyes felnőtt csapatnak a pályaedző vagyok, Vitelki Zoli mellett. Szó szerint pályaedző, mert most csinálom az edzéseket, meg vezetem az égiszt, úgy most nagyon jól érzem magam, és legfő programom vagy időm eletelik, hogy MB1-es Loki legyen újra, mint a régi. A 80 éves Kújbus Pétert köszöntötte a Megyei Kézilabda Szövetség. Az ünnepeltek köszönhető, hogy a 60-as években Hodászon meghonosodott a kézilabda. A Magyar Kézilabda Szövetség nem felejtkezik meg azokról a sportolóiról, akik életkoruknál fogva aktívan már nem szerepelnek a pályán, viszont lélekben ugyanúgy velünk vannak, és ez volt az a ötlet, amit szerettünk volna a megyei szövetség életében is megvalósítani, hiszen a megyei szövetségben vagy a megyében is vannak olyan sportolók, akik több évtizedes fáradtságos munkával támogatták a megyének a kézilabda életét. Hogy kerülhetnek képbe azok, akik majd jövőben megkapják ezt a díjat? Elsősorban várjuk olyan szerettüket, akiknek megkeresését, akik ismerik a sportmúltját ugye az idősebb sportolónak, vagy esetleg egyesületeknek, vagy olyan szövetségeknek, amelyek tudják, hogy a sportoló az elmúlt évtizedekben igazán sokat tett a megyei sport életéért. Egy picit mögé nézünk ennek a kezdeményezésnek, milyen üzenete van ennek? A legfőbb üzenete az, hogy a kézilabda egy életre szóló kaland. Egy családként működik a Magyar Kézilabda Szövetség, ugyanazon alapelveken nyugszik, és szeretünk odafigyelni és gondoskodni azokról a sportolóinkról is, akik már koruknál fogva nem tudnak aktívan részt venni, de igénylik azt, hogy egyébként a sportba bevonjuk őket. Ez a mai életműdíj annak szólt, hogy Hodászon ön hozta létre a kézilabdát, és tartotta nagyon sokáig életben. Biztos rengeteg élmény volt, nehéz közülük kiragadni valami, de mégis mi az, amire legszívesebben emlékszik vissza abból az időszakból? A legszívesebben azért arra gondolok, mikor bajnokságot nyertünk is egyszer. Az egy dolog, hogy nem tudtunk tovább jutni, de ha tovább jutottunk, anyagilag gond lett volna a csapat körül. De nekem az élmény az volt, mikor láttam, hogy a játékosok szívvel élekkel mennek, hajtanak. Ott, mikor nem sikerült úgy, nem ment úgy a csapatnak. De én mindig ott voltam mellettük, biztattam őket. Hát az volt, mikor egy kicsit keményebben, meg kellett nekik mondani, de azt szerettem volna, hogyha az MB2 megmaradt Hodászon, de akkor már bejött az, hogy csak terembe. Tehát kívül már nem engedték, hogy MB2-s csapat legyen. A megyeiek még lehettek, de az MB2 már nem. Ennyi fért a mai sportszeletben. Köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.